Az Eni Kálvin téri bölcsödéjének épülete már több mint 40 éves. Kisebb renoválások és korszerűsítések folyamatosan történnek rajta. Ebben az évben bölcsödei étkeztetés felújítására nyújtottak be pályázatot, ami tartalmazza az eszközbeszerzést és az épületfelújítást is. Tótné Balázs Andrea intézményvezető elmondta, a vízvezetékeket és a padlózatot szeretnék kicseréltetni, valamint új eszközöket is vásárolnának a konyhájukba. A pályázatban maximálisan 40 millió forintot igényelhetnek, illetve 25% önerőt kell biztosítaniuk. Ezt a fenntartó Makkóváros önkormányzata állja. Mi most egy ilyen álom listát írtunk össze tulajdonképpen. A nagy gépektől kezdve a fakanálig, tehát az apróságoktól a nagy eszközökig mindent belevettünk a pályázatba. Ebből lehet majd esetleg visszább venni az igényeket, de szeretnénk kicserélni régiek. Igyekszünk amúgy saját forrásból is. Most a fenntartó is biztosított, vásároltunk egy 10 tálcás sütőt, hogy tudjuk azt az előírásnak megfelelően használni, hogy nem bő olajban és zsírban sütjük, hanem ebben a 10 tálcás sütőben, tehát ez most 2 millió forintos beszerzés volt a tavasszal, tehát próbálunk önerőből is, de nagyon nagy szükség lenne a pályázati lehetőségre. A konyha egész évben működik, ugyanis az Eni minden intézményének biztosít étkeztetést naponta 3-5 alkalommal, külön odafigyelve az ételallergiásokra és a cukorbetegekre. A konyhánknak 350 adag, napi 350 adag ételre van engedélye. Itt kiszolgáljuk a két bölcsödénket, ami ugye 102 fő, illetve a szociális étkeztetést biztosítjuk, valamint az időskorúak gondozóházának az ellátását. Ezen kívül a dolgozóink, az alkalmazottak is kérhetnek étkeztetést, ebédet. A pályázat elbírálása októberben fog megtörténni. Ha az intézmény nyert, várhatóan jövő nyáron veszik kezdetét a munkálatok, melyeknek 2019. december 31-ig be kell fejeződniük.